Zenés foglalkozások és gitárórák online, az óvodások és a tanítványok sem maradnak a zene nélkül. Mélyponton a turizmus, nehéz helyzetbe kerültek a pécsi idegenvezetők is. Könnyen érthető kommunikáció, értelmi fogyatékosoknak egyszerűen a koronavírusról. Bővül a kápolna, egyházmegyei fejlesztés a Szent II. János Pál plébánián. Köszöntöm a nézőket, önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk. Egy egész világ tárul fel előttünk, ha belépünk Vilut András zenetanár, zeneterapeuta lakásába. Különlegesebbnél különlegesebb gitárok, ritmus hangszerek várják, hogy játszol rajtuk. András a mostani nehéz helyzetben a terápiás órákat átmenetileg szünetelteti, de az óvodásoknak szóló zenés foglalkozásokat és a gitárórákat online tartja. Vilut Andrással nyáron a zenés napköziben találkoztunk, akkor a hangszerek iránt érdeklődő gyerekeknek tartott vidám zenés foglalkozásokat. Ezek a foglalkozások megmaradtak, viszont a koronavírus járvány miatt másképp kell ezeket megoldani. András nagyon kreatív, így is remek közös előadást varázsol a négy fal közé. A gyerekek pedig nagyon élvezik az online foglalkozásokat. Ez egy új helyzet, de nem csak nekem, ez mindenkinek, ez egy váratlan új helyzet, amit kezelni kell, meg kell oldani valahogy. És hát azon vagyunk, hogy mivel optimista vagyok, és gondolom nem tart nagyon sokáig, reméljük, vissza kell valahogy majd menni a régi kerékvágásba. És szerintem ezek a kis foglalkozások hozzásegítenek ahhoz, hogy ezt a bezártságot egy kicsit oldják, ezt a bezártság okozta feszültséget oldják a gyerekekben, szülőkben. Egy foglalkozást tartottam a múlt szerdán, és akik föl tudtak csatlakozni, úgy láttam, hogy nagyon, nagyon lelkesek, nagyon nagy szeretettel várják. Én bízom benne, hogy a mai alkalommal is sikerül néhány szülővel, gyerekkel kapcsolatot teremteni, és játszunk, éneklünk, munkázunk, kacagunk. Miután az óvodásoktól elbúcsúzott, András online gitárórára hívja tanítványát. Mint mondja, ez talán még nehezebb, még több odafigyelést igényel, hiszen itt hibákat is kell javítani. Kép késik. A hanggal viszont az a probléma, hogy ha egyszerre számolok, és egyszerre mondjuk a takkot, akkor a másik helyen nem úgy jön a hang, tehát egy kicsit késik, vagy nem hallatszik rendesen. Tehát át kell gondolni, hogy tudom segíteni a tanítványt. Így mindig előre kell gondolkodni, és előre megtanítani számolni, hogy ez a technikai akadály ne jelentkezzen olyan sűrűn. Tehát de nem csak ez az egy nehézsége van, nem tudom irányítani a mozdulatait, nem tudom megfogni a kezét. Tehát egy kezdő tanítvánnyal gyakorlatilag nem is tudnék foglalkozni most, csak akinek már beállítottam a kezét, és már viszonylag jó a jobb keze, bal keze. Persze nyilván kezdővel is lehet, de nem ugyanaz. Általában egy kezdő tanítvánnyal nagyon sokáig kell foglalkozni manuálisan, hogy rendben legyen a jobb keze, és azokat a technikákat tudja alkalmazni, amelyek helyesek és tovább viszik. Úgyhogy nehéz, sokkal nehezebb így. Brazil, bolíviai, afrikai, orosz és európai hangszerekkel András az egész világot elhozta ebbe a kis lakásba. Nehéz helyzetbe kerültek az idegenvezetők is a koronavírus járvány miatt. Munkanélkül maradtak, hiszen most indult volna be a tavaszi szezon, és sokuknak ez az egyetlen bevételi forrása. Az idegenvezetők jelenleg a túlélésre koncentrálnak, folyamatos tanulással, önképzéssel. Aki teheti, online nyelvtanítást vállal.
Üresek az utcák, a terek, nem találkozunk turistákkal, iskolai csoportokkal. A koronavírus járvány miatt kialakult új helyzet rendkívül érzékenyen érinti az idegenvezetőket. Ezt a fajta munkát nem lehet otthonról végezni, és sokuknak ez a fő tevékenysége. Pécs egyébként többször bekerült már a hazai top 10-be, azaz a legnépszerűbb turisztikai célpontok közé. Maximálisan érinti a munkánkat ez a helyzet, hiszen most kezdődött volna a szezon, most kezdődött volna számunkra a munka, amire 5 hónapig vártunk. Pécsen általában a tavasz és az ősz a főszezon, nyáron kevesebb vendég érkezik, hiszen ez nem fürdőváros, és most kezdődött volna a tavaszi szezonunk, és mire ez a járvány, nem tudjuk mikor cseng le, de ha esetleg vége lenne nyáron vagy akár ősszel, a turizmus akkor se biztos, hogy rögtön be fog indulni, hiszen az embereknek nem az lesz az első, hogy utazzanak. Ezután következik egy holt szezon, és legkorábban lehet, hogy csak tavasszal indul meg a munka. Én optimista vagyok, de most ezt én is így látom. Az idegenvezetői munka nem végezhető home office-ban, sok munkát át tudtak tenni home office-ban, amilyenket nem, tehát gyakorlatilag bevétel nélkül maradtunk teljes mértékben. A csoportok sorra mondják vissza az utakat, illetve mondták is vissza folyamatosan, a már leszervezett programunkat újra le kell mondanunk, és munkanélkül maradunk. Sok hajós csoport érkezett Pécsre, többnyire amerikai vendégek, svájci vendégek, német vendégek, francia vendégek, és a külföldiek mind Pécs hírnevét vitték tovább. Ők többnyire 60 év feletti turisták voltak, fix csoportokban jöttek Pécsre. Emellett sok osztálykirándulós csoportjaink voltak, egyéni megrendelők, illetve konferencia vendégek. Ezek most mind törlésre kerültek. Az idegenvezetők folyamatosan képzik magukat, szívvel, lélekkel végzik munkájukat, hiszen ők az egész személyiségükkel dolgoznak. Mónika, aki több mint 20 éve van a szakmában, elmondta, hogy családi összefogással és online nyelvórák vállalásával tudja ezt a szezont átvészelni. Nagyon nehezen éljünk meg mindannyian, hiszen családi összefogás nélkül nem lehetséges ezt az időszakot túlélni. Ha van családi összefogás, illetve tartalék, akkor ezekkel igyekszünk átvészelni, illetve megpróbálunk, akinek van másik állása, arra támaszkodni. Tehát én az online oktatást próbálom megvalósítani, de hát a fő bevételem az idegenvezetés volt. A többi kolléga és nagyon nagy nehézségekkel küzdik. Számítunk támogatásra helyi, illetve országos szinten. Nagyon, nagyon nagy szükségünk lenne rá, hiszen amíg ránk volt szükség, addig mi is ott voltunk. A mi munkánk nem 8-tól 4-ig szólt, hanem reggeltől estig, késő estig, ünnepnapokon, hétvégeken is dolgoztunk, hogy a vendégeket kiszolgáljuk és a város hírnevét öregbítsük. Ahhoz, hogy valaki jó idegenvezető legyen, nem elég megtanulni a szakmát, hiszen itt folyamatosan képezniük kell magukat azoknak, akik jól szeretnék ezt csinálni. Az idegenvezetői munka nagyon összetett munka. A vendégeknek bemutatjuk a város és az ország régió nevezetességeit. Mindemellett foglalkozunk beutazással, kiutazással, külföldi csoportokkal, magyar csoportokkal, idegen nyelven. Az idegenvezető a program megvalósítója, tehát tőle függ, hogy milyen lesz a program, tőle függ, hogy a vendég hogy látja Pécset, hogy látja az országot, hogy látja a régiót, ami szemüvegünkön át. Jó szervezőkészséggel kell rendelkezni, magas tudással, talpra esettséggel kell rendelkezni. A tudás pedig sokrétű, a tudás olyan, mintha az idegenvezető egy kis polihisztor lenne, hiszen gyakorlatilag mindenhez érteni kell, művészet, építészet, matematika, hiszen kalkulációkat is végzünk, történelem, de akár célirányosan, itt pécsi viszonylatban lehet beszélni a pezsgőkészítésről, a porcelángyártásról, illetve a borfajtákról is. Van egy 2 éves OK és felsőfokú tanfolyam, amit el kell végezni, sokrétű ismereteket közvetít a marketingen át a rendezvényszervezésig, városnézés módszertanát és gyakorlatát. Én is tanítottam ilyen tanfolyamon, idegen nyelvű vizsgát kell tenni városnézésből, és hát a többi tantárgyból is vizsgát kell tenni. Viszont ez a tanfolyam nem elég ahhoz, hogy valaki idegenvezető legyen, hiszen
folyamatosan képezni kell magát az embernek. Tehát mindig új dolgok történnek, és a régi dolgokat is mind fel kell eleveníteni. Gyakorlatilag folyamatosan tanulunk, szakmai csoportokat alakítottunk ki, nagyon jó a kapcsolat a pécsi idegenvezetők között, egymást is képezzük, study tourokat szervezünk, bejárásokat szervezünk. Reinerné Udvari Mónika elmondta azt is, hogy jelenleg a túlélésre koncentrálnak folyamatos tanulással, önképzéssel. Véleménye szerint szükség lenne egy célzott marketingre, hogyha újra beindul a belföldi turizmus, Pécs újra kedvelt célpontja legyen a turistáknak. Kevesen gondolnak bele, mennyire nehéz lehet az értelmi sérült embereknek megérteni, vagy velük megértetni a napi eseményeket. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ezért úgynevezett könnyen érthető kommunikációs módszerrel igyekszik eljuttatni az alapvető információkat az értelmi fogyatékosokhoz és a megértési nehézséggel élőkhöz. Könnyen érthető kommunikációs módszerrel igyekeznek megosztani az alapvető információkat az értelmi fogyatékos emberekkel az EFOÉSZ munkatársai. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos tudnivalókat főként írott formában jelentetik meg honlapjukon, melyeket a Baranya megyei Egyesület is megpróbál a lehető legtöbb érintetthez eljuttatni. Hát én azt gondolom, hogy ebben a nagyon nehéz embert próbáló helyzetben különösen fontos az értelmi fogyatékosok felé fordulni, és minden lehetséges eszközzel segíteni őket. Rettenten jó módszer ez a könnyen érthető kommunikációs módszer, hogy nagyon egyszerűen leírja ugye a mindenki számára, hogy mi is ez a koronavírus, illetve mire kell figyelni, mire kell vigyázni. Mi ezt próbáljuk ugye egyre többen, minél több érintetthez eljutatni, hogy tisztában legyenek a mostani helyzettel. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban az írásos anyagokon van a fő hangsúly. Ez egy nemzetközi gyakorlaton alapuló módszer, amellyel lehet segíteni a megértési nehézséggel élő embereket. Az EFOÉSZ már mintegy 20 éve ezzel a módszerrel dolgozik, ezzel a módszerrel informálja a tagjait, a hozzáforduló embereket. Ahogy látható a különböző kiadványainkból, az a lényege, hogy nagyon egyszerű, hétköznapi szavakkal, jól tagoltan, egyszerre viszonylag kevés információt megosztva, képekkel illusztrálva próbáljuk meg lefordítani azokat a bonyolult gondolatokat, szabályrendszereket, amelyekkel kapcsolatban mi is gyakran egyébként nehézségekbe ütközünk. Nagyon, nagyon érdekes, hogy nagyon sokan érdeklődnek iránta, nem csak az értelmi fogyatékossággal élő emberek, az ő intézményeik, az önálló életviteli centrumainknál, hanem kerestek meg bennünket például fordítóirodák, akik az első könnyen érthető kiadványunkat a koronavírusról szerették volna megjelentetni. Mivel ugye ezek ilyen plakát, tehát nyomtatható formában jelennek meg, így például a társasházak jelentkeztek, és kértek engedélyt arra, hogy ezt kirakhassák, ezeket az egyszerűen megfogalmazott plakátokat, mert úgy látták, hogy ez segítség a bárki számára. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége minden megyei szervezeténél működik az önálló életviteli centrum, ahol jelenleg is mindennapos ügyeletet tartanak. Két nap telt a hétből, és már hárman telefonáltak. Hát ugye van, aki aggódik, van, aki csak szeretne pár szót, biztató szót kapni. A szülők közül többen érdeklődnek, hogy vajon milyen lehetőségük lesz, hogyha elhúzódik ez a karantén, és nem tudnak menni dolgozni, akkor esetleg a jövőben milyen lehetőségük lesz az otthonmaradással. Mert ugye hiába felnőtt az értelmi fogyatékkal élő, azért egyedül nem lehet otthon hagyni. Az EFOÉSZ kiadott egy szabályzatot is, ami a szóbeli kommunikációra vonatkozik. Ezt többek között az egészségügyi dolgozóknak szánják, hogy megértessék és elfogadtassák magukat az értelmi fogyatékos emberekkel. Készítettek egy letölthető füzetet is, melyen a fogyatékossággal élő személy fontosabb adatait találhatják meg az egészségügyi dolgozók. Továbbra sem nyilvánosak hazánkban a liturgikus események. A Pécs Szent II. János Pál plébánia azonban a jövőre gondol. Egyházmegyei beruházás keretében lassan elkészül a kápolna teraszára tervezett nyitott, ám csarnokká alakítható közösségi tér. A bővítésre a kápolna szűkössége miatt van szükség.
Hívek nélkül zajlanak a szentmisék az egész országban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-ei rendelkezései alapján ugyanis a nyilvános liturgia Nagybőjt negyedik vasárnapjától, azaz március 22-től a templomokban szünetel. Az új pécsi plébánián azonban ilyenkor sem áll meg a munka. Az ürömben azért van öröm is. Bejött az, amire gondoltunk, és amit érsek úr is mondott annak idején, mikor megáldotta a kápolnát, hogy gyönyörű, szép egy baj van, kicsi. Hétköznap elférünk, de vasárnap három mise van, ilyen szombat este van egy elővételezett mise, délelőtt van vasárnap egy mise és este, és teltházzal működik, hála jó Istennek, és el kellett kezdeni törni a fejünket, hogy mit tudunk tenni, hogy inkább ide hívjuk az embereket, ne legyen az, hogy bejön, látja, hogy tömeg van és elmegy. És ezért az egyházmegye segítségével sikerült úgy bővíteni, hogy még bent is egy-két munkát átalakítunk, végzünk, és itt a teraszt, kihasználjuk a terasznak a lehetőségét. Zárt helységet állítottunk föl, aminek szentmise alatt majd lejön az oldala, meg a tetejét be lehet csukni, tehát egy zárt tér lesz, és itt is el fog férni majd egy közel 100 ember, és majd egy nagy, tényleg egy nagyon nagy televízióval fogjuk kivetíteni a szentmisét. Meg hát kint is leszek majd a mise alatt, bent is leszek majd a mise alatt, és azt gondolom, hogy akkor így már elférnek az emberek, de ugyanakkor ez nyilvánvaló, hogy nem fogja kiváltani az új templomot majd, ami terve van véve. És hát a környék is megszépül, hátul van egy kis udvar, azt is teljesen lerakták lapokkal, kis virágos kertet készítettünk, lesz egy ajtó vágva, ahol ki tudjuk majd hordani a székeket és egyéb eszközöket a szentmisékhez, illetve ki tudunk majd jönni áldoztatni is a hívekhez, és hát ezt lehet használni majd közösségi alkalmakra is, akár gyerekeknek, vagy bármilyen más közösségi összejövetelekre, hogy kérem a hívek imáját és támogatását, hogy sikerrel végződjék ez a munkánk. Az eredeti tervek szerint a csarnok virágvasárnapra, azaz április 5-ére készült volna el, de a koronavírus járvány lelassította a munkálatokat. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!